Az emberek egészségét, életét veszélyeztetheti a problémák elkendőzése. Az EGRI kórház sürgősségi osztályán kialakult helyzet csak csepp a tengerben, jelentette ki sajtótájékoztatón Korozs Lajos, MSZP-s országgyűlési képviselő, a Parlament Népjóléti Bizottságának alelnöke. A politikus szerint, ha a stadionok építésére van pénz, kellene lennie a kórházak fenntartására is. Az EGRI kórház helyzete országos állapotokat tükröz. Az igazgató főorvosa múlt héten azt mondta, hogy nincs probléma, csak néhány orvos távozott az intézménytől, a sürgősségi osztályról. Hát nem így van. A teljes osztály, osztályvezetővel együtt felmondott, és azért említettem, hogy csebben a tenger, mert ez egy országos szimptóma. Ma már olyan veszteségekkel dolgoznak ezek a kórházak, hogy a hiány összege meghaladta 100 milliárd forintot. A szocialista politikus szerint totális csődöt eredményezett a kórházak államosítása. Amíg az önkormányzatok feleltek az intézményekért, volt közvetlen kapcsolat a betegek, az intézmény vezetése és a helyi önkormányzat képviselői között. Pál György, az MSZP EGRI szervezetének elnökségi tagja, az egészségügyi dolgozók elvándorlására hívta fel a figyelmet. A hátunk mögött látszódik, hogy közel 4 éves csúszással megindult a kórház fejlesztése, felújítása, de ezek a falak, ezek önmagukban semmit nem fognak érni, hogyha nem lesz benne orvos, aki gyógyítson. Az EGRI várnak a falai sem értek volna semmit, hogyha nincsenek várvédők benne. Ma úgy néz ki, hogy senki nincsen, aki megvédje az EGRI kórházat. A két szocialista politikus kijelentette, nem látnak hatékony intézkedéseket az orvos elvándorlás megállítására, sem pedig az egészségügyi intézmények anyagi helyzetének javítására.